Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Bocsánat. Na kérem, mesélj el, hogy hogy ment a múlt heti nagy bevásárlás? Nekem semmi probléma, mert elkísért a mami, úgyhogy minden jól ment. Bocsánat. Ezt örömmel hallom, de miért kell bocsánatot? Hát, mert hogy egész nap olyan jó kedvem van, meg mosolygok, meg minden is. Nem tudom, még aztán nehogy azt így, hogy örült vagyok, vagy ilyesmi. Szóval igenis van okom rá, csak ma szinte túl sokat nevetgélek azért. Nem, a mosolygásban nem találok kivetni valót. Ugyanakkor megosztaná, hogy pontosan mi is az oka rá? Látja? Már nem is hiszem, hogy van okom rá, igaz? Ön szerint én ezt hiszem? De... Na látja, olyan jó kedvem van, majd nem lehet elrontani. Igazán? És mitől van ilyen jó kedve? Hát végre basszat tudtam állni valakinek, aki már nagyon régóta idegesített. De van egy olyan érzésem, hogy nem kapta meg a levelet. Bocsánat, miből gondolja, vagy érzi, hogy nem jutott el a levél az illetőhöz? Jó címmel adta fel a levelet? Hát, szerintem igen. Ilyesmikben nem szoktam tévedni. Bár való igaz, hogy aznap két levelet is feladtam. A másikat a legjobb barátnőmnek, aki... Hát aki a mindenemmel másra nem számíthatok. Neki egy kedves levelet írtam is, hogy köszönöm, hogy bele van, és remélem, hogy soha nem fog elhagyni. És akkor van egy dühös levél, igaz? Kinek írta azt a levelet? Hát azt a harmadik páromnak írtam, a Gézának. Mert hogy azóta se hagy békén. És hát megírtam ezt a levelet, hogy már véget vessek ennek a rémálomnak. És hát úgy veszem észre, hogy nem kapta meg, mivel erre biztosan válaszolt volna. Figyeljen csak! Semmi baj. Ilyen előfordul. Tegnap reggel levél érkezett ide intézményünkbe, de nem tudtuk, hogy kitől érkezett. Arra nagyon biztosan emlékszem, hogy Géza volt megemlítve benne több mint 56-szor. Igaz, elég kaotikus módon, ami árulkodik a felfokozott lelkiállapotáról, mint azt ön is mondta. Több mint valószínűnek tartom, hogy pszichotikus rohamot kaphatott, és ilyen hangvétellel írta meg azt a levelet, és hát dühében valószínűleg véletlenül az intézményünk címét adta meg, Géza lakcíme helyett. Így valószínűleg tartom azt is, hogy a barátnőjének szánt levél hozzákerült. Nem az kizárt dolog. Semmiféle rohamot nem kaptam, mivel nem is emlékszem semmire. Mit érez? Nem, Géza nem kaphatta meg ezt a levelet, mert akkor sose fog már békén hagyni. Ne! Géza, nálam az a levél! Nem, semmi baj! Semmi baj, meg fogja kapni a levelet. Nyugodjon meg! Figyeljen rám, 3 nap múlva újra találkozunk, és addigra Géza is biztos jelentkezni fog. És közösen kitaláljuk, hogy mi legyen.
De ha a GSZ-hoz került a másik levél, akkor... Vajon beleírtam, hogy hol lakom jelenleg?